Attila református lelkipásztor szolgálatát megköszönöm. Most pedig következzen a Magyar Gárda szellemiségét folytató Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője, László Attila. Bajtársak, testvéreim, adjon az Isten! Úgy legyen! Vitéz nagybányai Horthy Miklósnak, a Magyar Királyság kormányzójának az életútja egy örök iránymutatása számunkra. Hiszen a valódi nemzeti összefogás egyik legnagyobb megtestesítője volt. A magyar nemzet iránti szeretete és alázata által hivatott volt arra, hogy hazánk történelmének egyik legnehezebb időszakában a vörös terror és az igazságtalan területfosztás idején nem csak összefogta, hanem újra hadrendbe állította a magyarságot. Egy magyar vértől zivataros káosz uralta időszak végén kapott így erőt és hitet a magyarság az első világháborút követő anarchista, kommunista uralom és a trianoni gyalázatot követően. Hát ha valamikor, akkor most ismét olyan időszakot élünk, amikor a nemzet összefogása és egyesítése nem tűr halasztást. A történelmi helyzet aggasztó, hiszen jelenleg az európai nemzetállamok megszűnésének a veszélye áll fenn, amelyről a Kárpát-medence sem jelent kivételt. A megoldás meg nem más jelenti, mint ami Horthy Miklós álma is volt, a magyar Szent Koronának, a Szent Korona országának a visszatérése, amely nem egy revizionista nosztalgia számunkra, hanem az egyetlen egy lehetséges jövőkép, amely a túlélésünk záloga is egyben. Nekem ugyanis szent meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő évtizedekben a globalizmus elleni harcban hazánk az egyik legerősebb bástyája lesz az európai civilizáció megvédésében a globális diktatúra ellen vívott harcnak. Jelenleg a magyar vidék ezer sebből vérzik, és kiemelten fontos az előttem álló Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjainak és a hazafias mozgalmak társadalmi vállalása, mivel mi és még néhány nemzeti közösség vagyunk azok, akik az ősi rend képviselete és hirdetése mentén ott állunk a honfitársaink mellett ebben a pokolian nehéz időszakban. A nemzeti megmaradásunk múlik most rajta, hogy ennek a tetrekészségnek a szellemében építsük tovább a szervezeteinket. Majd a cselekedeteink által meggyőzzük mindazon honfitársunkat, akikben még pislánkol a láng, hogy álljanak közénk, mert kizárólag egy igazán ütőképes magyar összefogás lesz alkalmas arra, hogy fordulatot hozzon ebben a reménytelenek látszó helyzetben. Magyarország a mi hazánk, és most nekünk itt élő magyaroknak kell végezni mindazt, amit elődeink, köztük Vitéz nagybányai Horthy Miklós történelmünk során mindig is megtettek. Ezért áll még ez az ország, és ezért él még ez a nemzet. Mert amikor baj volt, a magyar összefogott és harcolt a hazájáért. A Magyar Önvédelmi Mozgalom számára egy örök példa Horthy Miklós vitézsége és hősies, honvédő életútja, amely örök intelme egyben a világ rendjének, hiszen csak akkor lehetünk győztesek, ha képesek vagyunk összefogni és harcolni is a győzelemért. Mert a harc nélkül és a hitünk melletti áldozatvállalás nélkül
csak prédák leszünk. Még a saját országunkban is. Ha merítsünk erőt a múltból, hogy holnaptól megkettőzött erővel tudjunk harcolni a jövőnkért, és ha kell, akkor az utolsó csepp érünkig védeni a hazánkat, mind a külső, mind a belső ellenségeitől egyaránt. Mert most újra a harcosok korszakát éljük. Mert nem magyar vér, aki gyáva, és aki gyáva, annak nincs hazája. Míg a földön ellenség akad, a magyar vagy, nem hagyod magad. Mi mindannyian Horthy Miklós katonái vagyunk. Tisztelet és dicsőség a hősöknek, Isten áldása kísérje Vitéz nagybányai, Horthy Miklós eszmei követőit. Szebb jövőt minden magyarnak. És még mielőtt zárná a gondolataimat, talán ide írjuk egy vers, amit tavaly márciusban írtam, a szabadságról, a szabadságért. Nem a szabatosságról, ne keverjük össze, mint a kommunista kutyák ivadékai, akik ott csaholnak, 5-en, 6-an, 10-en, ők a szabadosság követői, de mi a magyar szabadságért, Magyarországért harcolunk. És akkor fogadjátok szeretettel. Úgy ülünk itt a semmiben, miközben lélegezve lelkizgetünk arról, hogy még láncra verten is szabadon létezhetünk, és reszketően remegjük, hogy minket majd elkerül a halál? Így felejtjük el sorsunk. Pedig az lenne, mi útjukba áll. Ami volt, az a múlt. Így vál porrá nyughatatlan életünk, és talán egyszer visszatér a régi, de már abban is kétkedünk. Vajon meddig játszanak még velük istenként a hatalmasok, hiszen Istenünk csak egy van, mi ebben hiszünk, magyarok. De most értse mindenki úgy, ahogyan a szíve sugja, hogy ne rabláncon tartva éljen egy ócska koporsóban, hiszen szabadság nélkül már meghal minden sóhajunk, és arc nélkül mindannyian egyszerünk is senkik vagyunk. Csak emeljük fel tekintetünk, mint apáink tették régen. Dobbanjon újra a szív, s hangunk szálljon fenn az égen. Úgy keljen életre az igazság, hogy velünk az ősök szavalnak. Adjon az Isten szebb jövőt minden igaz magyarnak! Isten áldja Magyarországot!